Vátaszék Ipari Parkjának első létesítménye az agrárlogisztikai központ lesz. Az épületben gyakorlatilag egy hűtőház működik majd, ahová a környékben élő termelők hozhatják majd el termékeiket. A cél a hazai ellátás mellett az export lehetőségek kiaknázása. Az agrárlogisztikai központ a megyei önkormányzat által kezelt területfejlesztési operatív programból 550 millió forintból valósul meg. A legfőbb cél a munkahelyteremtés, az elkészülő központban 20 fő számára biztosítanak majd munkalehetőséget. A becslések szerint a város környékén 150-200 hektáron történik mezőgazdasági termelés, és ez a következő években elérheti a 350 hektárt, ami olyan mennyiségű termék előállítását eredményezheti, mely szükségszerűvé teszi a hűtőház megépítését. Ezt a 3 évet ezt úgy éltük meg, hogy ennek a projektnek a műszaki tartalmát folyamatosan gyúrtuk a mindenkori lehetőségek figyelembevételével, és így alakult ki az a végeredmény, ami most meg tud valósulni. Tényleg egy történelmi pillanat, hiszen az elmúlt 29 év során mindenkori önkormányzat zászlójára tűzte, hogy hát fontos a település életének és fejlődésének fenntartása érdekében munkahelyteremtő beruházásokat létrehozni, vagy munkahelyteremtést ösztönözni, és erre igazán eddig nem volt lehetőség. Most teremtődött meg, hiszen az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Ezt kettős céllal gondoltuk megvalósítani. Egyrészt mintegy 15-20 vátaszéki számára munkahelyet tud majd teremteni a működése során. Másrészt úgy ítéljük meg, hogy a környékbeli mezőgazdasági vállalkozók számára egy olyan szolgáltatási lehetőséget tud nyújtani, amivel piacképesebbek tudnak lenni a működésük során, hiszen a szolgáltatás igénybevételével adott esetben a piacra jutási feltételeiket tudják jelentősen javítani. Úgy ítélem meg, hogy ez a beruházás valóban egy fontos állomás Vátaszék életében, egy kezdeti lépés, hiszen ez a beruházáshoz kapcsolódik egy 6 hektáros ipari park kiépítését és működését szolgáltató alapinfrastruktúra építése is, melynek utolsó fázisaiban vagyunk, és hát ugye néhány héttel ezelőtt vettünk részt innen pár kilométerre vagy pár száz méterre egy szintén mezőgazdasági termékeket forgalmazó telephely rendezvényén. Tehát megindult az élet Vátaszéken az ipari parkban. Bízom benne, hogy ezek azok a kezdetleges és kezdő lépések, amelyek egy fejlődési folyamat elejét jelentik, és Vátaszék tekintetében, mivel mi egy mezőgazdasági jellegű település vagyunk, hiszen nagyon sok szőlő, illetve gyümölcskultúra található településünkön, mezőgazdasági vállalkozások meg tudnak erősödni, bízom benne, hogy munkahelyek tudnak létrejönni ennek következtében. Az ipari park is be tud népesülni az elkövetkezendő időszakban, ami stabilizálja majd a városunk működését. Fontos az, hogy az iparterület minél hamarabb benépesüljön, és erre már vannak is szerződések, hiszen az általunk megépítendő agrárlogisztikai központ szomszédságában szerződést kötöttünk egy terület használatára, mely területen nagy valószínűséggel egy gyümölcsfeldolgozó fog megvalósulni az elkövetkezendő hónapokban, reményeink szerint minél gyorsabban. És hát a város már értékesített is területet az ipari parkon belül, ahol telephely fog létrejönni, és bízom benne, hogy ezek a vállalkozások mind-mind meghozzák a kedvet, hogy mellette egyre több olyan vállalkozás tudja megkezdeni majd a működését, amely munkahelyeket tud teremteni Vátaszéken. Az agrárlogisztikai központ építkezésének kivitelezője azt mondta, a lehető leggyorsabban tető alá hozzák majd a csarnokot. Ez a logisztikai csarnok terület az a rendelkezésre a területnek a felét használja ki, tehát tulajdonképpen itt akár egy későbbi második ütemű bővítés, így hogy ezek a sikerek itt ezt igazolják, és lesz rá befektető és forrás, akkor szintén ez tovább épülhet. Hát ez egy fejleszthető módon is lett megtervezve. Gyakorlatilag, ahogy itt már elhangzott az alapkőletétel során is, két dokkoló biztosítja azt, hogy a kamionokkal is szintbe lehessen kiszolgálni az épületnek az áruforgalmát, akadálymentes körülményeket, követelményeket kielégíti az épület, hát illetve azokat a speciális energetikai és tűzvédelmi előírásokat is,
amelyeket ez a mű megkívánt. A kivitelezővel történt megállapodás alapján a jövő év március végével fogadhatja az első szállítmányokat a Bátaszéki hűtőház.